Azt kellene mondjam, hogy előbb szerettem a Notre Dame-ot, mint ahogy jártam volna benne. Én franciául tanultam, vagy franciát tanultam a gimnáziumban, franciából érettségiztem, viszont akkor az itthoni háborús körülmények miatt nem volt lehetőség rá, hogy budapesti gimnazistaként szerb útlevéllel kiutazhassak Franciaországba. No, akkor gimnazistaként erre a magyar kollégáim, a magyar gimnazisták lehetőséget kaptak több alkalommal is. Nekem az útlevelem volt a legnagyobb hátrány, és ezért nem mehettem ki Franciaországba. De lehet, hogy ez adott egy nagy löketet, hogy még jobban belássam magam, és még jobban megismerjem a francia kultúrát, a francia gondolkodását, és hát magát a nyelvet. Nagyon nagy megrendüléssel néztem a közvetítést, néztem a képeket, amikor láttam, hogy lángol az épület, és ahogy elpusztul az a fantasztikus, gyönyörűen díszített, csipkézett tetőzet, a csodálatos huszártorony. Sokan azt mondják, hogy az egész nyugati kereszténységnek a szimbóluma a Notre Dame ott Párizs közepén. Ilyen értelemben a leégése is. Pont nagy hétfőn, pont Franciaországban, pont a forrongások, a forradalmak városában történik mindez, biztos, hogy nem véletlen. Aztán papá szentelésem után sikerült több alkalommal is eljutni a francia fővárosba, és minden alkalommal elmentem a Notre Dame-ba is. Volt, hogy hangversenyre, volt, hogy szentmisére, volt, hogy turistaként csak körbesétálni az épületet. Amit most nagyon sokat hangsúlyoznak, hallgattam a francia elnöknek a beszédét is, amit a francia nemzethez intézett, de azok a nyilatkozatok, akár a párizsi érseknek a nyilatkozat, akár az egyszerű hétköznap embereknek, az utcaemberének a nyilatkozatai, mind arról tanúskodnak, hogy a franciák számára ez az épület szinte mindent jelent. Talán az elveszett, vagy az elveszettnek hitt, vagy az erőszakosan elnyomott igazi nemzettudatot jelentheti? Azt hiszem, hogy sok minden megfogalmazódik a franciákban, nagyon sok francia szív egészen máshogy dobog most, hogy látta az épületet majdnem teljesen elpusztulni, és talán elgondolkodik arról, mit is jelent franciának lenni, mit is jelent, hogy ő egy nemzetnek a része, hogy ő egy nemzethez tartozik, és ez az épület valamilyen szinten szimbolizálja az ő egész történelmüket. Sokat emlegetik azt, hogy most a felújítás kapcsán el kell majd dönteni, hogy mit újítanak föl, és mit helyettesítenek esetleg kortárs művészeti alkotásokkal, mondván, hogy hát ennek az épületnek egy része nem eredeti. Hiszen a forradalom után az épület eléggé elkezdett lepusztulni, és aztán a napóleoni időszak befejeztével pedig aztán tényleg pusztulásnak indult. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ugyanúgy, mint ahogy most is, hiszen most azért kezdték el a felújítását egyébként, mert katasztrofális állapotba került. Ugye franciáknál ez is egy nagyon különleges dolog, hogy a Notre Dame fölött a joghatóságot három teljesen különböző intézmény gyakorolja, a francia állam, a francia műemlékvédelem és a római katolikus egyház. Ugyanis Napóleon óta ezek a templomok mind állami tulajdonban vannak, és az egyháznak használati joga van csupán fölöttük. A műemlékvédelem meg teljesen érthetően próbálná védeni az értékeket. A homlokzatot és a két tornyot nagyon szépen sikerült már felújítani, de az épületnek a hátsó része, a főhajó, a mellékhajók, a támpillérek, önmagában a tetőzet is nagyon-nagyon rossz állapotban volt már. Hatalmas gyűjtést próbáltak volna kezdeni, hát úgy immelámmal csöpegtek az adományok, hát ez most úgy látszik, hogy talán szerencsésen megváltozik. Hogy mit is jelenthet a franciának a Notre Dame, én sokat gondolkodtam, hogy milyen magyar párhuzamot lehetne hozni, talán a Mátyás templomot emlegetném, több szempontból is, mert amikor bemegyünk a Mátyás templomba mi Budán, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a Notre Dame-hoz hasonlóan itt is rengeteg kő ki lett cserélve. Schulze Frigyes annak idején rengeteg mindent átépített rajta akkor, amikor az 1900-as évek elejére elkészül a templom mai formája. De egy biztos, abban az épületben, még ha nem is 100%-ig ezen kövek között, de ott járt már Hunyadi János, ő tettek az első lobogókat, ott esküdött Mátyás király, ott történt Ferenc József és IV. Károly koronázása, tehát olyan események játszottak le, a magyar nemzet történetében fontos események, és olyan személyek voltak ott, akik imádkozni mentek, és esetleg egy-egy nemzeti öröm miatt hálát adni, vagy egy-egy nemzeti tragédia kapcsán imádkozni, mint a franciáknál a Notre Dame-ba. Ott is királyok imádkoztak, államelnökök voltak felravatalozva, gyászszertartásokat végeztek, örömünnepeket tartottak, hiszen a párizs felszabadítás után is hatalmas te domot mondtak pont a Notre Dame-ban, tehát valahol hasonló a párhuzam. Amennyire nekünk a Mátyás templom nem csak Budapestet jelentene, valamiféleképpen a magyar katolicizmust és a magyar történelmet is, úgy számukra is ez az épület, ami több mint 850 éve ott áll Párizs közepén, nem csak a francia katolicizmust jelenti,
bár egyre inkább azt is kellene, hogy jelentse, és talán reméljük, hogy ez egy kicsit helyreállítja majd a katolicizmus megítélését Franciaországban, de mindazt jelenti, ami őket franciává és nemzetté teszi. És nagyon szurkolok nekik, hogy ez a hallatlan és felfoghatatlan nemzeti tragédia, ez egy kicsit összehozza őket, és talán egy egészséges nemzettudat kialakulása felé, vagy újra fölfedezése felé vezesse őket. Azt mondják többen is, hogy a kereszténység és az egyetemes kultúra jelképe volt a Notre Dame. Atya, vissza tud-e emlékezni arra az első látogatásra, amikor ott járt? Hogyan élte meg? És nyilván egyházi emberként, tehát papként, illetve kántorként is. Az orgona, amelyet most gyakran emlegetnek, hogy talán nem sérült meg olyan nagyon. Mit jelent egy ilyen lelkületű embernek, egy ilyen szolgálatot végző embernek belépni a Notre Dame-ba? Azt hiszem, hogy az a mondat, hogy az egész egyetemes kereszténység egyik szimbóluma, az abban a momentumban érhető tetten, hogy amikor életemben először jártam Párizsban, és megérkeztünk egyik pap kollégámmal a városba, elfoglaltuk a szálláshelyünket, és kinéztünk az utcára, hogy na akkor mégis hol vagyunk körülbelül, és rögtön a sarokról egy hosszú utca végén megláttuk a Notre Dame két tornyát, és valahogy úgy éreztem, hogy itthon vagyok. És nem azért, mert Párizsba értem, hanem azért, mert ez az épület jelenti az én katolicizmusomat is, az én kereszténységemet is, ahova én bármikor elmehetek, mert tudom, hogy olyan környezetben vagyok, ahol mi keresztények vagyunk otthon. Minden más felekezet és minden más felfogás ember kizárása nélkül mondom ezt, de valami kiféleképpen én úgy éreztem, hogy otthon vagyok. Akkor, amikor először beléptem, pont egy orgona hangversenyre mehettünk, mert tényleg nem számítottunk rá, elmentünk a kollégával, hogy na, tegyünk egy este egy kört, pont ki van írva, hogy hangverseny kezdő 10 perc múlva, hát természetesen beültünk. Milyen volt hallani a Notre Dame orgonáját? Azt mondják, a világ legcsodálatosabb orgonája. Így van. A világ egyik legismertebb, és tényleg az egyik legcsodálatosabb orgonája. Méretében is, hangszíneiben is, stílusában is. Egy fantasztikus hangszer. És megadatott az öröm, hogy nem csak hallhattam a hangszert, ott első alkalommal egy hangverseny keretében, aztán másik alkalommal már kicsit közelebbről, ugyanis egészen véletlenül kiderült, hogy a mi házigazdánk templomában az organista növendéke, diákja az egyik Notre Dame-i organistának, akinek aznap este éppen gyakorló ideje van, és egy 15 perccel fölvihet minket. Úgyhogy a Notre Dame-ba én úgy járhattam egy második Párizs utam alkalmával, hogy templomzárás után, amikor már senki nincs a katedrálisban, fölmettünk a kórusra, meghallgathattunk egy kis házi hangversenyt az öt közül az egyik kinevezett organistától, és egészen közelről megnézhettük a hangszert. Felejthetetlen élmény. Nagyon-nagyon szurkolunk, hogy rendbe hozzák most a hangszert. Az is egy csoda, hogy a 13. századi Mária szobor kegyszobor mellett a főoltár is aránylag éppen megmaradt, és ami tényleg a csodák csodája, hogy a víz sem ütött fel a kórusra, tehát a hangszer is a piszok és a por lerakódásán kívül egyéb súlyosabb károkat nem szenvedett. A karorgona lent igen, ami lent a szentélyben van, viszont a nagyorgona, a méltányhíres nagyorgona fönt úgy tűnik, hogy nem. Hát jó pár évbe beletelik, mire újra hallhatjuk a hangját, hiszen a székesegyház felújítása hosszú-hosszú éveket fog igénybe venni. Szakály atya járt-e olyankor a Notre Dame-ban, amikor éppen szent mise volt? Állandóan követem a szentmiséket a Notre Dame-ból, és szinte alig múlik el úgy hét, hogy legalább egy-egy hétköznapi misét, vagy éppen a vasárnapi nagymisét meg ne hallgassam. Ugyanis egy francia katolikus televízió állandó közvetítést biztosított ez idáig legalábbis a Notre Dame-i szentmisékről. Így az a nagyon gazdag és tényleg példaértékű liturgikus és zenei élet, ami ott a Notre Dame-ban egészen mostanáig zajlott, és bízunk benne, hogy majd folytatódni is fog, az hallatlan lelki élményt tudott okozni, még akkor is, ha sok-sok száz kilométerrel távolabb a székesegyház, hogy itt a szobámban ülve hallgattam éppen a prédikációt, vagy éppen a gyönyörű kóruszenét. És aminek külön örülök, hogy egy római konferencián személyesen találkozhattam a karnagyúrral is. Organisták közül kettőt személyesen is ismerek, viszont a karnagyúrral még sose sikerült találkozni, és tavaly novemberben erre lehetőségem volt egy római konferencián, ahol ő mutathatta be, hogy milyen elvek vezérlik, és milyen módszerrel dolgozzák ki azokat a gyönyörű és tényleg hibátlan és példaértékű liturgikus szertartásokat, mind zenei, mind liturgikus vonatkozásban hibátlan és példaértékű szertartásokat, amiket mostanában a Notre Dame-on végeztek.
és éle az atyában a remény, hogy visszatérhet megnézni a Notre-Dame-ot, és nem ilyen formában, mert ez nyilván, hogy fájdalmat okozna. Nagyon bízom benne, hogy lesz még rá lehetőségem, nagyon vágyakozom vissza abba a városba. Én úgy tapasztaltam, hogy minden ellentétes híresztelés ellenére a franciák akkor, ha azt látják, hogy valaki szereti és tiszteli az ő kultúrájukat, akkor hallatlan vendégszeretők. Én legalábbis ez ideig ezt tapasztaltam. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy lesz még rá lehetőségem, hogy eljuthassak, és nagyon erősen él bennem a remény, hogy egy régi vágyam is teljesülhet, ami ez idején még nem jött össze, hogy egyszer majd papként is ott ülhessek a papok között a Notre-Dame-ban, és papként is celebrálva részt vehessek egy ottani szentmisén, a fölújított, és ahogy a francia elnök emlegette, a talán még szebb Notre-Dame-ban.